Kedves diákok, tanárok, kedves szülők! A válsághelyzetre való tekintettel rendhagyó módon online emlékműsorral emlékeznek meg Trianon 100 éves évfordulójára a 8. osztályos tanulók, szüleik és tanáraik. A nemzeti emlékezés a Kárpát-medence népei közös jövőjének elősegítése. Azt a feladatot rója ránk, hogy segítsük Trianon döntéseinek megértését, feldolgozását. Ugyanakkor lehetőséget ad arra is, hogy megértsük. A magyarság a történelmi tragédia után is képes a nemzeti megújulásra, az előtte álló történelmi feladatok megoldására. Szaló Sándor, magyarnak lenni. Magyarnak lenni. Tudod, mit jelent? Magasba vágyva, tenni egyre lent. Mosolyogva, mint a méla őszi táj, nem panaszolni senkinek, mi fáj. Borogni mindig, mint a nagy hegyek, mert egyre gyászlik bennünk valami. Sokszázados bú, melyet nem lehet sem eltitkolni, sem bevallani. Magányban élni, ahol a kusza árnyak bús tündérekként föl-föl sidagálnak, s szálaiból a fájók képzeletnek, fekete fényű fájtlat szövegetnek, és bút, és gyászt, és sejtést egybeszőve rátérítik a titkos jövőre. Rabmódra húzni idegen igát, álmodva rólad, büszke messzi cél, s meg-megpihenve a múlt emlékinél, kergetni téged csalfa déli bár. A trianoni tragédiára emlékezve június 4-ét a Magyarországgyűlés 2010-ben a Nemzet Összetartozás Napjává nyilvánította. Az országgyűlés törvény elfogadásával kinyilvánította, több állam fennhatóság alá vetett magyarság minden tag és közössége része az egységes magyar nemzetnek. Amíg a magyarság egészében megvan az összetartozás tudata, az egymásért érzett felelősség, az önző egyéni érdekek és anyagi javak hajszolása helyett a nemzet érdekeiért vállalt szolgálat, addig ez a nemzet erősödik. A Nemzet Összetartozás Napja nem terenhet bánat ráncnak kenyeré, magyar szék fog fúrni a Kárpátok fele. Ha én az idő, a sírok nyílnak fel, ha eljön az idő, a magyar talpra kell. Ha eljön az idő, erős lesz a karunk. Várjatok, testvérek, ott leszünk, nem adunk. Majd nemes haraggal rohanunk előre, vérkeresztet festünk majd a határkőre. És mindent letéprunk, az lesz a viadal, szembeszállunk mi a poklok kapuival. Bömbölve rohanunk majd, mint a tengerár. Egy cseppérig küzdünk, és áll a magyar határ. Teljes egészében, mint nem is oly régen. És csillagunk ismét tündöklik az égen. A lobogunk lobog, villámlik a kardunk, futagaz előlünk, hisz magyarok vagyunk. Felhatol az égig, haragos szózatunk, hazánkat akarjuk, vagy érte meghalunk. Nem lész kisebb hazánk, nem egy araszsal sem. Úgy fogsz tündökölni, mint régen fényesen. Magyar Rónán, hegyen egy kiáltás zúgál, nem engedjük soha, soha Árpád honát. Az elcsatolt területek, mint nemzettestünk részei. Az elcsatolt területekből Csehszlovákia kapta a felvidéknek nevezett Észak-Magyarországot, valamint Kárpátalját, Erdélyről. A felvidékhez hasonlóan a történelmi koroktól függően többféle értelemben beszélhetünk. A történelmi Erdély Romániához került. A Bánság, a Duna, a Tisza, a Maros, a Temes és a déli Kárpátok által határolt közel 28.000 négyzetkilométer nagyságú terület, melynek nagyobbik része a Romániához került, a kisebbik pedig a jugoszláviai vajdaság része lett. Burgenland, magyarul szokás Őrvidéknek is nevezni, Ausztriához csatolt nyugat-magyarországi térség, székhelye Kismarton. Babits Mihály, hazám, az igazi ország. Szállj ki lelkem, keresd meg hazámat. Oly hazáról álmodtam én hajdan, mely nem ismer se kardot, se vámot, s mint maga a lélek, oszthatatlan. Álmodj lelkem, álmodjat hazámat, mely nem szorul fegyverre, se vértre, mert nem volt rög,
hanem élő lélek, galambáló, s rókák rágtak érte, ódufértő, kapzsi szenvedélyek. Az én álmom sose legyen róka, az én tanyám magassága védje, lelkem madár, tág egek lakója, noha mindig visszajár fészkébe. A magyarság ellen összefogó erők a hegyeinket, vizeinket, erdeinket, bányáinkat, vasútjainkat, gyárainkat és minden harmadik magyar testvérünket elorozták. De nem tiltották, mert nem tilthatták meg, hogy emlékezzünk történelmünk közös éveire. Nem írhatták elő, hogy kitépjük gyökereinket, feladjuk hagyományainkat, elvessük azokat az összetartó erőket, amiktől íjéssel szólva futóhomokok, népek, házak, Magyarország összeálltak. Juhász Gyula, Trianon. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig, mindig gondolj rá. Mert nem lehet feledni, nem soha, amíg magyar lesz és emlékezet, jog és igazság, becsület, remény, hogy volt nekünk egy országunk a földön, melyet magyar erő szerzett vitézül, s magyar szív és ész tartott meg bizony, egy ezer évnek vére, könnye és verejtékes munkája adta meg Szent Jussunkat e drága hagyatékhoz. És nem lehet feledni, nem soha, hogy a miénk volt a kedves Pozsony, hol királyokat koronáztak egykor, s a legnagyobb magyar hirdette hívvel, nem volt, de lesz még egyszer Magyarország. És nem lehet feledni, nem, soha, hogy a miénk volt a legszebb koszorúja Európának, a Kárpátok éke, és miénk volt a legszebb kék szalag, az Adriának gyöngyös pártadísze. És nem lehet feledni, nem, soha, hogy a miénk volt nagybánya, ahol Ferenci festett, mestereknek álma, napfényes műveken föltündökölt, s egész világra árasztott derült. És nem lehet feledni, nem, soha, hogy Váradon egy adi énekelt, és holnapot hirdettek magyarok. És nem lehet feledni, nem, soha, a bölcsőket és sírokat nekünk, magyar bölcsőket, magyar sírokat, dicsőség és gyász örök fészkeit. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének országos elnöksége felekezettől függetlenül felkér minden kárpát-medencei egyházközséget és gyülekezetet, hogy 2020. június 4-én magyar idő szerint 16 óra 30 perckor 100 másodpercig szólaltassa meg templomai imaháza harangját mementóként Trianon 100 éves évfordulójára. A harangszó után mondjunk el egy miatyánkot a magyar nemzet egységéért és a keresztény hit védelmében, kapcsolódva ezzel a nemzeti összetartozás évéhez. Trianon gyászos napján, magyarok, testvéreim, ti szerencsétlen átkos, rossz csillagok alatt virrasztva járók. Ó, nézzetek egymás szemében nyíltan, s őszintén, s a nagy-nagy sír fölött, ma fogjatok kezet, esküdjetek, némán csupán a szívveréseivel, s a jövendő hitével egy nagy esküt, mely az örök életre kötelez, a munkát és a küzdést hirdeti, és elvisz a boldog föltámadásra. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig, mindig gondoljunk rá. Annyi mindent kéne még elmondanom, s ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom, hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, mint a régi jó barátok, egyet mondunk, s egyet gondolunk.
vannak itt a határainkon túlról, föl a kezeket! Isten hozott benneteket, testvérkék! Itthon vagytok? Mint a villám tépte magányos fenyő, mint a vízét vesztett patak, mint az odébb rúgott kő, mint a fáradt vándor, ki némán enni kér, otthont, házat, hazát, nyugalmat már többé nem remél.